A munkatáborok világát ismerhették meg három előadáson keresztül az érdeklődők hétfő délután a megyeházán. A 20. század egyik elhallgatott része a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok története, amelyet a rendszerváltásig az orosz-magyar kapcsolatok miatt nem kutattak. A szakemberek munkáját napjainkban leginkább a forráshiány nehezíti, amikor a történelem ezt az időszakát próbálnák jobban megismerni. Ez egy forrásokban is elhallgatott történelem. Nagyon kevés forrása van az elhurcolásnak, hiszen nem is születhettek abban az időben írott források, amik születtek és időközben megsemmisültek, illetve egy részük nem nálunk van, hanem a belügyminisztériumhoz került. A belügyminisztérium irattárát pedig 1956-ban bombatámadás érte a várban, tehát az is megsemmisült, és egy másik forrástípus érdekes még számunkra, ez az Oroszországban lévő lista, amit már megkapott a hadügyminisztérium levéltára, és most dolgoznak a több százezer névnek a feloldásán. A hadifoglyok neveit tartalmazó listát egy helytörténeti kutatás segítségével szeretné majd kibővíteni a megyei levéltár. Ennek felkutatása és javítása azért is lenne fontos feladat, mert sokszor hallomás után jegyezték fel a neveket, valószínűleg sok esetben hibásan. Kujbusné Mecsei Éva hozzátette, a diákoknak fontos lenne, hogy az írott és tárgyi emlékeket megismerjék a levéltárakban és múzeumokban, ugyanis ezek őrzik közös történelmünket. Ezekben az intézményekben akár családi szálakat is megtalálhatnak a diákok, amelyek így a nemzettudat erősítését segíthetik. Az Esélyt az ifjúságnak alapítvány konferenciáján több mint 20 tanár is részt vett. Ők a történelemoktatást segítő új módszerekről is hallhattak. Segítségül hívva akár a modern technikát, tehát nem csak a tankönyvek, nem csak a kézikönyvek, szép irodalmi, szakirodalmi jellegű művek, hanem akár audiovizuális jellegű alkotások, akár tévéfilmek, dokumentumfilmek, illetve hát akár az interaktív tábla segítségével megismerni térképen keresztül azokat a helyeket, azokat a helyszíneket, ahol ezek a táborok működtek, akár a Szovjetunióban, akár a Magyar Népköztársaságban az 50-es években. Ezek összeállítását a Nemzeti Alaptanterv segíti, fontos azonban, hogy a közép- és felsőfokú oktatásban különböző szinteken kell a munkatáborokhoz köthető eseményeket bemutatni a diákoknak. Elsőrendűen azokra a fogalmakra, illetve összefüggésekre összpontosítok, amelyek a tankönyvekben nincsenek is benne. Hát például a kollektív bűnösség elve, vagy a birodalmi elv, ami a területszerzésben nyilvánult meg elsőrendűen a Szovjetunió részéről, illetve ami ismerősebb lehet a Málenki robot kifejezés, ennek a mögöttes tartalmát próbálom bemutatni. A diákok tematikus órákon is részt vehetnek a megyei levéltárban, de a Málenki robot nyíregyházi kötődéséről is olvashatnak. Fazekas Árpád és Illyés Gábor történészek két könyvet is kiadtak az elhurcolásról, amelyeket a levéltárban is megtekinthetnek az érdeklődők, mondta az intézmény vezetője.